Sziasztok! Itt az új év, itt az új hét, és itt van újra az IGN Start is, melyben átvesszük a hét legfontosabb filmes és sorozatos premierjeit és játék megjelenéseit, továbbá sztorizunk kicsit az új Resident Evil filmről, plusz megpróbálunk végére járni a legújabb videójátékos őrületnek, az NFT-knek. Vágjunk is bele! Az új évet mindjárt egy játékadaptációval kezdhetjük, ugyanis befut végre hozzánk is a Kaptár Raccoon City Visszavár című film, amely totálisan rebootolja a Resident Evil szériát, olyannyira, hogy teljesen új szereplőgárdát vonultat fel, és a Mila Jovovich féle eszement akciózást horrorisztikus bujkálásra cseréli. Részletesebben majd külön videókritikában foglalkozunk a filmmel. Ugyan előjátszások keretében már el lehetett kapni az Oscar-díjas Deák Kristóf játékfilmes bemutatkozását, az Unokát, de széles forgalmazásba csak a héten kerül ez a thriller, melyben szélhámosok vernek át egy idős bácsit, és az unokája felkerekedik, hogy fülön csípje őket. A tavalyi év egyik nagy hiányzója volt a hazai mozikból a Vaksötét 2, melyet ettől a héttől kezdve kipipálhatunk a vetítőtermekben, igaz csak nagyon-nagyon limitáltan, például a Corvinban. Ha kerülnénk a mozikat, akkor is lesz mit néznünk. A hétvégén például már felkerült az HBO Go-ra a Harry Potter 20. évfordulója kapcsán készült Visszatérés Roxfordba című doksi, melyben a legtöbb közreműködő visszatért nosztalgiázni kicsit a varázsvilág filmjeiről. A Netflixen csekkolhatjuk az Anya kontra Androidok című sci-fit, amely egy olyan világban játszódik, ahol az androidok fellázadtak az emberek ellen, és a túlélők, köztük Chloe Grace Moretzzel egy biztonságos helyet próbálnak találni maguknak. A Prime-ra érkezik George Clooney rendezésében a The Tender Bar című dráma, melyben Ben Affleck a világ egyik legjobb nagybácsiát játssza egy kocsma bölcs csaposaként. Sorozatos téren sok új indulónk nem lesz, egyet kivéve vasárnap éjjel vagy hétfő hajnalban, ha úgy tetszik, már elstartol az Eufória második évada, amely még mélyebb rás korunk fiatal generációjának problematikus életébe. Ja és persze december 31-től már darálhatjuk a Cobra Kai negyedik évadát is. Bár pár hét múlva már egészen nagy címek is bemutatkoznak, sajnos január eleje az egyik legeseménytelenebb időszak a videójátékos megjelenések tekintetében. Ennek ellenére levadáztunk nektek pár játékot, amikre érdemes lehet odafigyelni a héten. Ilyen például a Madison, amiben egy démon arra kényszerít minket, hogy gyilkos rituálékat hajtsunk végre öntudatlanul. A feladatunk az lesz, hogy valamiképpen kikerüljünk a rém hatása alól különböző logikai feladványok megoldásával, illetőleg fényképek készítésével. Szintén démonokkal kerülünk majd szembe a Demon Gaze Extra-ban, ami nem más, mint a 2013-ban PlayStation Vitára megjelent Dungeon RPG, Switchre és PS4 konzolokra átültetett változata. A héten végre már Xbox Series S és X gépeken is tolhatjuk a 80-as, 90-es évek platformerei által ihletett Super Samurai-t. Ebben a cuki 3D-s platformerben egy kis gyíkot alakítunk, akivel változatos pályákon kell átküzdenünk magunkat, mi több a barátainkkal is együtt szórakozhatunk, ugyanis 4 fős lokális multiplayer mód is található a játékban. Végezetül érkezik az Internet Café Simulator folytatása, ami első hallásra talán nem tűnik izgalmasnak, hiszen egy internetkávézót kell felfuttatnunk benne, csak hogy a szokásos menedzsment feladatok ellátása mellett dönthetünk úgy is, hogy teljesen illegálisan működtetjük az üzletünket, mi több magunk küzdhetünk meg a kávézónkat veszélyeztető rossz fiúkkal. Mint említettük, a héten hozzánk is eljut a rebootolt Resident Evil franchise első felvonása, így gondoltuk, összegyűjtünk vele kapcsolatban néhány érdekességet. A jogokat birtokló Konstantin film már a 2017-ben bemutatott a Kaptár utolsó fejezet idején elkezdett dolgozni a rebooton, amely a Paul W.S. Anderson nevével filmjezett 6 részes film franchise-al ellentétben sokkal hülyebben követte volna az eredeti játékokat. Eleinte úgy volt, hogy a projekt mögé James Wan a Démonok között és a Fűrész filmek szülőatya is beáll producerként, de végül ő egy másik neves játék franchise, a Mortal Kombat új filmes adaptációját vette kezelésbe. Az új Resident Evil mozi rendezői székébe végül egy igen hatásos cápás horror, a 47 méter mélyen direktora, Johannes Roberts ült, aki jóval sötétebb hangulatot ígért. Egy nagyon félelmetes filmet, amelyben Raccoon City is külön karaktert játszik. Az új film történetét az ő vezetésével leginkább az első két Resident Evil játékra építették, ugyanis részben a Spencer villában, részben pedig Raccoon City rendőrségén játszódik. Roberts bevallása szerint sokat merítettek John Carpenter korai horrorjaiból, a Halloweenből vagy a Ködből is, ugyanakkor az eredeti játékok csontig hatoló félelmét is megidézték, ehhez néhány helyen olyan rögzített kameraállásokat használtak, mint amiket a Capcom játékai. A film teljesen új szereplőgárdát kapott a Claire Redfieldet megformáló Kaya Scodelariótól kezdve Tom Hopper Albert Veszkerén át Hannah John Kamen Jill Valentine-jáig. A végeredmény ugyan vegyes fogadtatásra talált mind a nézők, mind pedig a kritikusok részéről, de Roberts már a folytatásban gondolkodik, amely leginkább a Resident Evil 4-et venné alapul.
Ti megnézitek majd a filmet a moziban? Írjátok meg a kommentek között. Mielőtt rátérnénk a hét kérdésére, jeleznénk, hogy az IGN Shopra megéri felnézni, főként ha a Vaják második évada miatt most éppen Witcher lázban égtek, ugyanis akciósan kínáljuk a Witcheres cuccainkat, de akár Minecraftes termékekre is lecsaphattok olcsóbban. Most pedig nézzük a hét kérdéseit. Szerintetek mennyire lenne létjogosultsága egy független új szuperhősös filmnek, esetleg sorozatnak? Jó lenne látni végre egy szuperhősös valamit, ami nem Marvel DC. De hát több ilyen is van, gondolj csak a Legyőzhetetlenre, a Fiúkra vagy az Esernyő Akadémiára. Szerintetek a Matrix felül tudja szárnyalni a pókembert? Főleg azért kérdezem, mert azért a Matrix egy picit komolyabb film, mint a pókember, és idősebb korosztálynak is jó. Az ünnepek után most már tudjuk, hogy még a pókember óriásit megy a mozikban világszerte, addig a Matrix feltámadások sajnos csúfosan elbukott. Sziasztok! Az a kérdésem lenne, hogy szerintetek miért nem csinálnak több konzol PC crossplay játékot? Nem lenne így jövedelmezőbb a kiadók számára is a kiadott játék? Bár 2022-ben már tényleg elvárható lenne a crossplay, de ahhoz egyrészt sok munkával járó stabil netkód kell, másrészt sok fejlesztő nem szeretne vesződni a PC-s csalókkal, no meg a különböző platformok grafikai és irányításbeli kiegyensúlyozásával. A következő Pókember filmben majd Pókember és Daredevil fog megküzdeni a Venomból kiváló szimbióta ellen? Nem tudjuk, de eléggé adnánk. Mit gondoltok arról, hogy lehet, hogy a Resident Evil 9 a széria legtöbb fejlesztési időt igénylő játéka? Szerintetek ez jó dolog vagy rossz? Alapvetően jó hír, hiszen minél több időt szánnak egy játék fejlesztésére, általában annál jobb szokott lenni a végeredmény, kivéve ha az a sokszori újrakezdés, koncepcióváltás és átalakítás miatt történik, az nem szokott jó ómen lenni. A hét tényleges kérdését ezúttal nem az a srác tette fel, aki arra volt kíváncsi, hogy mi a helyzet az NFT-kkel, és hogy vajon ez lesz a következő videójátékos trend. Hogy mi lesz az NFT-k, vagyis a nem helyettesíthető tokenek jövője a videójátékokban, az egyelőre megjósolhatatlan. Sőt, nem csak a gamingben, hanem úgy általában is. Nagyon leegyszerűsítve egyébként olyan digitális rajzokról, zenékről, illetve javakról van szó, amik egyediek, nehezen hamisíthatóak, és a blokklánc technológiának köszönhetően pontosan lehet tudni, hogy ki a tulajdonosuk, mikor cseréltek gazdát és milyen összegért. Az biztos, hogy a videójátékos cégek ráugrottak a dologra, a Ubisoft mellett a Square Enix, az EA és a Take-Two is jelezte, hogy bizony az NFT-kben látják a jövőt. Ami nem csoda, hiszen ideális esetben ez több játékkal eltöltött órát és a játékosok között virágzó kereskedelmet jelentene, amiből persze a készítők is profitálni szeretnének. A kiadók egyelőre nem igazán tudják, ez utóbbit mi módon lehetne elérni, ez ügyben jelenleg csak tapogatóznak. Nem véletlen, hogy a Ubisoft is csak a nagyjából tetszhalott állapotban lévő Ghost Recon Breakpointban mert elindítani az NFT-k vásárlásának lehetőségét, és ott sem túl népszerű a dolog, december 21-ig mindössze 15 darabot adtak el nem túl magas összegért. Erre ellenpélda azonban a nagyot mondásairól és füstbe ment terveiről hírhet Peter Molyneux új játéka, a Legacy, ami ugyan még meg sem jelent, de már is 40 millió fontért adtak el benne virtuális földeket NFT-ként. Úgy tűnik, hogy a játékosokat most még a hideg rázza az NFT-ktől, és egyelőre a technológia biztonságát illetően is vannak komoly kérdések, de ha tippelnünk kellene, akkor a gigacégek előbb-utóbb meg fogják találni a módját, hogy miként használják ki a bennük rejlő potenciált. Nem az a srácnak köszönjük szépen a kérdést, természetesen ajándékot is küldünk neki az IGN Shop felajánlásával, méghozzá ezt a nagyon menő Darth Vader-es Funko Pop figurát, ami ugyan nem NFT, cserébe ezt fel lehet tenni a polcra. Köszönjük szépen a rengeteg kérdést, amit küldtetek, és persze idén is várjuk őket ez alá a videó alá a hét kérdése hashtag ellenlátva, mi pedig megpróbáljuk majd megválaszolni őket. A jövő héten újra találkozunk a starttal, addig is, sziasztok!